Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban jó néhány nagyon rendkívül fontos témát fogunk gondolgatni. Vendégem Zászlós Tibor. Hármas minőségében egyik oldalról a mezőfalvai ZRT első számú embere, másrészt az országos, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke, illetve a Fejér megyei Agrárkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökeként. Mégpedig azért, mert hogy itt az ideje annak, hogy egy kicsit beszéljünk a támogatási rendszerekről, beszéljünk mindarról, ami történt az elmúlt héten a Fejér megyei termelői mustrán, mert hogy ezek kifejezetten fontos dolgok, és nem különben a közelgő választásokról, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara választásairól. Kezdjük a termelői mustrával. Én azt hiszem, hogy ez a szakmai konferencia, ez a kétnapos történet példát adott mindannyiunknak arra, hogy az őstermelői piac miért is nyitott, és a kormánynak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, illetve a Gazdakörök Országos Szövetségének köszönhetően milyen rendkívül jó helyzetben van, és ráadásul ezt Székesfehérváron bizonyíthatták. Jakab István is itt volt, és most nem mint az országgyűlés alelnöke, hanem mint a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke. Ő azt fogalmazta meg, hogy a kormány elkötelezett az őstermelői rendszer iránt, és folyamatosan fejleszteni kívánja, hiszen ez lehet a jövő útja. Talán ez legyen, ez a felütés legyen a beszélgetésünk apropója. Szép jó estét mindenkinek, és így igaz, hogy az őstermelői piacok, az őstermelői tevékenység, az a mezőgazdaság egyik meghatározó része. A hagyományok ápolása és hagyományos termékeknek a termelése, kialakítása, élelmiszer feldolgozása, ez az elkövetkező időben is meghatározó kell, hogy legyen a mezőgazdaságunkban. Hát emlékszünk még a 90-es évek elejé arra a helyzetre, amikor csak holland, halványszínű, ízetlen paradicsomokat lehetett kapni. És azt mondtuk, hogy hát hova tűntek? Hova tűntek el azok a paradicsomok, amiknek íze is van? Hát erre szükség lenne. Ugyanez volt a legkülönfélébb töltelékárú kolbászok vonatkozásába. Kivétel egy-két megmaradt a hazai gyártó, aki esetleg külföldre szállított. Hogy ilyen egyen ízű kolbászok lettek különféle húsokból, és hát bizony vágytunk azokra a hagyományos ízvilágra, amit hát a magyar ember gyermekkorától kezdve megszokott, ami a magyar konyhát jellemzi. És ezután, ahogy a őstermelői tevékenység lehetősége minden tekintetben, jogi környezet vonatkozásában is megvalósult, kezdődött el ezeknek a piacoknak a megvalósulása és kiteljesedése. Ez a legfontosabb része a dolognak, hogy kiteljesedése, hiszen ma már, és itt a fehér terméket, ugye annak idején ugye itt a politikai vezetés és a megye prominens képviselői elkezdték, és erre épülve ma már egy termelői piac áll a városiak, és nem csak a városiak, város környékiek és falusiak rendelkezésére is, hiszen faluhelyen sem termel meg mindenki mindent, és itt biztos, hogy nyomon követhető a termék, itt szemtől szembe van a termelő, a vevővel. Itt a jövő héten is a szemébe kell nézni, hogy igenis, az az alma, az minőségi alma volt. Az a körte, az belülről nem volt olyan, hogy ki kellett dobni szinte az egészet, amikor ketté vágta az ember. Tehát itt van egy rövidellátási ránc, egy személyes kontaktus, ami alapján a vevői bizalom és tartós kapcsolat kialakulhat, aki oda jár, erről számot is tud adni. Igen, ez rendkívül fontos, hiszen ez bizalmi kérdés. Ugye lépten nyomon most már a szemünkbe ötlik, és talán megjegyezték a vásárlók is, ez a régi székely szlogent. Én amikor arra felé járok, visszaköszön, hogy helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem. És ugye ez kapcsolódik a szántóföldtől az asztalig programhoz, amelyet szintén a
kamara hirdetett meg, és azt hiszem, hogy ez így van rendjén, hiszen amit mondott, hogy rövidebb az út a szántóföldtől a fogyasztói asztalig, ez egy rendkívül jó dolog. A másik pedig, hogy erősíti az élelmiszerbiztonságot, gondolom ebben egyetérthetünk. Ezzel messze menőkig egyetérthetünk, már csak onnan is erősíti az élelmiszerbiztonságot, hogy ezek az őstermelők azért nem használnak olyan vegyszereket, olyan tartósítószereket, hiszen az árujukat nem kell több ezer kilométerre elszállítani. Nem kell nekik ugye az árut úgymond frissen tartani, ezt nagyon idéző jelbe teszem, heteken keresztül, hanem előző napban, napokban leszedi, és kiviszi a piacra. Ez egy friss termék. Ez nem kell befújni olyan vegyszerekkel, ami biztosítja, hogy addig ne kezdődjön el a külső romlása különféle baktériumok és gombák által. No most értelemszerűen akkor folytassuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, hogy ezt a munkát miként tudják segíteni a kamaránál, hiszen a falugazdász hálózat is fejlődik, hála Istennek tehetjük hozzá, és azt hiszem, hogy most jó kezekben vannak az őstermelők ilyen értelemben is. Bár fejlesztésre mindig szükség van, azt tudjuk. Hát mindenképpen jó helyen vannak az őstermelők, hiszen úgy a kormányzati agrárprogram, mint az agrárgazdasági kamarán belüli stratégiai célkitűzések azért mindenképpen a fókuszába helyezték a tevékenységük vonatkozásába az őstermelőket. Tehát nem csak az őstermelői piacok vonatkozásában, hanem további pályázatok és fejlesztési lehetőségek vonatkozásába az őstermelők azért mindenképpen és a kis-közepes családi vállalkozások előnyt élveztek az elmúlt időszakban. Hát nagyon pontosan tudjuk ezt a 80-20-as arányt, hogy a 80%-a akár a pályázatoknak, akár a beruházási pályázatoknak is, hogy a kis-közepes vállalkozásokhoz kellett, hogy vándoroljon, és az Agrárgazdasági Kamara volt és járt az élen, hogy amikor a banki szempontból a piaci szektor azt mondta, hogy ő neki nagyon nehéz ezeket a vállalkozásokat megfelelő módon támogatni, és megfelelő hitelt biztosítani számukra, akkor pont az Agrárgazdasági Kamara volt az, aki a bankokat összehívta, és külön jogszabályi lehetőségeket is változtatott azért, hogy igenis az őstermelői tevékenység banki oldalról is, hitel vonatkozásában is finanszírozható legyen, és ezt meg is látszott a fejlődés és a fejlesztés tekintetében, ami bizonyos megtorpanást jelent, az nem más, mint hogy bizony a szerves fejlődésnek a következő útja, hogy ezek az őstermelői tevékenységet folytatók embereknek igenis a termelői csoportokba, igenis a termelői szerveződésekbe, szervezetekbe el kell kezdeni tömörülni, hogy ez megtörtént Franciaországban, Németországban, más nyugat-európai országokban, és közösen fellépni bőségesebb termékkínálattal és folyamatos ellátással az áruházláncok és a piacok felé. Ezt pedig nem kerülhetjük el, és ők sem kerülhetik el, és ehhez nyilvánvaló, hogy újabb támogatási lehetőségek is vannak, hiszen jelenleg is a termelői csoportok szerveződése és termelői szervezetek kialakítására nyitva áll a pályázat. Erre egyébként már jó példa Pázmánd, de egyébként a biofarmok tömörülése, amit szintén tervben van Fejér megyében, ez is nagyszerű gondolat és ötlet, hiszen azért az értékesítési kérdések a legfontosabbak. Tehát ez a rövidült út, amit itt mindenki citált ezen a konferencián, azt hiszem, hogy ezzel való meg igazán. Menjünk, ja, illetve még egy kérdés, hogy a Gazdakörök Országos Szövetsége mit gondol erről, hiszen a kormányzat és a kamara az egyértelmű, hogy állást foglalt ebben a kérdéskörben, kézen fogva jár, ha úgy tetszik. A MAGOSZ miként vélekedik erről a körről? A MAGOSZ-nak eddig is a tevékenysége fókuszában voltak a kistermelők, a családi vállalkozások és az őstermelők. Ő teljes mellszélességgel és teljes tevékenységével elkötelezett a mezőgazdaság ezen termelő rétege mellett, és mindent megtesz, hogy azoknak a életképessége, fejlődése,
az elkövetkező időben is töretlen maradjon, és mind a szaktudás, mind pedig az anyagi források tekintetében ne maradhasson el a mezőgazdaság más résztvevőitől, és ne különjön el oly módon, hogy arányilva ez a réteg kevesebbet kapjon, mint bármelyik más előállítást folytató mezőgazdasági vállalkozás. Nos, akkor itt vagyunk választások előtt, azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, bár azt mondják, hogy jószerivel minden jó szakember, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül már pedig remek szakemberek vannak, én aztán tudom, hogy be vannak betonozva, ugyanakkor ez nem egészen így van, hiszen a választás arra való, hogy egyik oldalon megerősítessék az elmúlt esztendők munkája, illetve felszínre kerüljenek azok a gondok, amelyek esetleg jelentkeznek, és ez adott esetben új emberekkel képzelhető el. Lezárult a választás előzetes része, tehát megvannak a jelöltek. Mit jelent a kamaránál egy ilyen választást pontosan? A választás mindig egy visszatekintést kell, hogy jelentsen, számbavételét mindannak, amit az addigi választási ciklusban az adott szervezet elért. Mindenképpen egy jövőbe való tekintést kell, hogy adjon a tervek és a stratégiai elképzelések további megvalósítása vonatkozásába, és egy megméretést a választók, a gazdák előtt, akiket képviselünk. Nyilvánvalóan, hogy a választási rendszerünk az lehetőséget ad, hogy országos szerveződések a választáson induljanak. Most ezt a MOSZ tette meg a Magoszon kívül, 9 megyében állított jelölteket, és ott ezekbe a megyékbe, a 9 megyébe 2 lista közül választhatnak a választásra jogosultak. Vagy a MAGOSZ, az összefogásnak a listájára szavaznak, vagy a MOSZ listájára szavaznak. Aki abba a megyébe győztesként kerül ki, abba a megyőbe az a lista, a jelölt állított listából fognak kikerülni a megye agrárkamarai tisztségviselői és az országos küldöttek. Tehát ez a bizonyos angol szász rendszer, ahol a nyertes mindent visz. Sokszor mondják, hogy az önkormányzati választásoknál is érdemes lenne átgondolni, de én nem akarok a politikába ilyen értelembe tovább menni és beleavatkozni, hogy az angol szász országokban egy polgármesternek ott van a csapata, és a csapatok közül lehet választani, és azt követően nincs a széthúzás, hogy a polgármester nem tudja ellátni a feladatát, mert mindig arányos széthúzik. Nyilván ez bizalmi kérdés megint ez csak. Természetesen, de idáig nem akarok elmenni. A kamara ezt a módszert választotta, ezt az angol szász módszert a választás vonatkozásában az elmúlt időszakban is, tehát gyakorlatilag 4 éve változatlan a választási módszer és metodika, ezért mindenki alaposan felkészülhetett ebből a választási formából. Ilyenkor óvatatlan természetesen, hogy a visszatekintés is, és azt hiszem, hogy az elmúlt 4 esztendő bizonyította, hogy pozitív megerősítés hozhat, hiszen jószerűen minden mutatóban elindult az a fejlődés, amit annak idején meghatároztak. Mindenképpen egy nagyívű fejlődést láthatunk, ezzel természetesen egy pillanatig nem mondom, hogy az út végén járunk, az út elején járunk, de az a tény, hogy a hatóságok, a kormányzati szervek ma már partnernek tekintik a kamarát, ma már komolyan veszik a kamarát. Ez egy nagyon fontos lépés volt. Én pontosan tudom, hogy a kamara megalakulását követően, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megalakulásáról beszélek, bizony számtalan hivatal, ahova megírtuk a levelünket, hát elég soká, sokszor határidőn túl, és meglehetősen, hát semmit mondóan válaszolt a felvetett problémánkra. És ezt követően kamara megírta a válaszában, hogy ezt mi nem tudjuk elfogadni,
közös egyeztetést javaslunk, és sajnálnánk, ha ezen az egyeztetésen nem venne részt az adott hatóság, hiszen akkor úgy kell törvényt vagy rendeletmódosítást kezdeményeznünk, hogy ők nem vesznek részt benne. Tehát mindenki számára először is meg kellett jegyezni, tanulni, hogy a kamara végigmegy az úton. A kamara nem áll meg ott, hogy kap egy hivatalos választ, ami vagy választad, vagy nem, hanem igenis a gazdák érdekeit képviselve ezt megteszi. De hát csak a legelsőbben nézzük, amikor az utakon majdhogy nem leparancsolták a mezőgazdasági gépeket. Tehát bűn volt mezőgazdasági járművel útra menni, mert hát különféle szankciók követték, és nem akarok szélsőséges példákat itt említeni, és számtalan más rendelkezések, az életszerűtlen jogszabályoknak a kiiktatása. Mert bármennyire is furcsa, egy erős szakmai civil szervezetre szüksége van a mindenkori hatalomnak, tehát a kormányzatnak. Legyen az agrártárca, bármiről beszélünk, de különösen a mezőgazdaságban igaz ez. Ugyanakkor az is fontos, hogy önmagát erősítse, és ráadásul kontrollt biztosítson nyilván a saját tagsága felé is. És ez fordítva is igaz. No, akkor én érdeklődéssel várom egyébként a választás eredményét, hiszen úgy tűnik, hogy önök jó úton járnak. Most viszont akkor beszéljünk szeptember 30-ájáról, hiszen a vidékfejlesztési program, illetve az agrártámogatási rendszer megváltozásával azért áramlik a pénz a jó dolgokra természetesen. Ennek kapcsán kérdezem, hogy tudunk-e pályázni az agrárgazdák, megszokták ezt az új rendszert? Hitelesek a pályázataik, illetve olyan pályázatokat nyújtanak be, amelyek aztán finanszírozhatóak-e? Igen, ebbe nyilvánvalóan, hogy a Agrárgazdasági Kamara és különösen a falugazdász hálózat nagy segítségére tud lenni a gazdáknak, hogy ebbe segítsék őket, és azok a pályázatírók, akik a kamaránál regisztráltak, és megbízhatóak a tekintetben, szakmailag alapos információkkal rendelkeznek, azok is a segítségükre tudnak lenni. A pályázatok és a pályázati pénzek azok mindig bizonyos értelemben kétarcúak. Az ember és minden gazdálkodó várja őket, és mindig valahol úgy érzi, hogy még mindig nem jönnek, főleg, ha egy pályázatot bead az emberfia. Független attól, hogy a pályázati ciklus az jelenleg is ugye 16-tól 20-ig tart, és ez egy 4 éves időszak. Tehát, ha a számokat nézzük meg ezen belül, akkor teljesen jogos és jogosnak vélt bizonyos elégedetlenséget a kamara úgy próbálja orvosolni, hogy a napokba hozott létre egy olyan szakmai szervezetet, olyan csoportot, amely áll gyakorlatilag a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett a Földművelési Minisztérium képviselőjéből, a miniszterelnökség képviselőjéből és a Magyar Államkincstár képviselőjéből, ami arra hivatott, hogy minden olyan gazdákat erősen érintő és nagy réteget érintő támogatások minél előbb befejeződhessenek, minél előbb napirendre kerülhessenek és meghirdetésre kerülhessenek. Egy biztos, hogy március 31-ével, 17-ről beszélek, minden egyes pályázat, ami ebbe a ciklusba volt, ez egészen pontosan 68, meghirdetésre került. Tehát ma nincsen olyan pályázat, amely nem lenne meghirdetve, de a 68-ból már csak 32 van nyitva. A 1300 milliárd forintnyi keretösszegből, ez vidékfejlesztési programban van, 1000 milliárd el is fagyott. Tehát, ha azt nézzük, hogy 17-et írunk, 20-ig van a program, akkor 32 pályázat van még nyitva,
a negyede pénzzel. Tehát erre azt mondani, hogy hát nem megfelelő gyorsasággal folytak ki az összegszerűség, az elbírálás elhúzódott, ez igaz. Olyan értelemben igaz, hogy minden ember előbb várná a pénzt. De hát akkor lesz 3 évünk, amikor semmi nem lesz, amit persze lehet másképp is fogalmaz, hogy az a jó, de akkor meg természetesen más véleményeket fogunk kapni. Ha összehasonlítással az előző ciklusban azonos időszakról beszélek, mint amely most eltelt, akkor 79 pályázati jogcím volt, és 31 lett meghirdetve. Tehát ugyanezen időszak alatt az előző ciklusban 31 jelent csak meg. Most 32 áll még nyitva. Tehát ilyen értelemben sajnos a számok azok ilyen kutyafülű dolgok, mert azt mutatják, hogy természetesen ebbe a számok alapján rendben van. De továbbra is, és nem véletlenül hoztuk létre ezt a munkacsoportot, az a cél, hogy még egyszer mondom, a gazdák mielőbb kapjanak értesítést a beadott pályázatok elbírálásához, minél előbb legyen kötelezettségvállalás, és minél előbb hozzájussanak a pénzükhöz, hogy a beruházásokat meg tudják valósítani. Na, mert ez egyetlen hátránnyal járhat, hogy előbb fognak a pénzek kimenni, mint ahogy a ciklus véget ér, de amennyiben ezek a termelőberuházások ugye hozzák magukat, és a gazdák termékkel tudják meghálálni mindazt a támogatást, amivel megépítették azokat a férőhelyeket, megvásárolták azokat a gépeket, megfeleltek a pályázati kijárásoknak, akkor a magyar mezőgazdaság exportképessége, innovativitása, és hát mindenképpen a piaci szegmensbe való részvétele jelentősen tud emelkedni. Így van. Nos, köszönöm szépen ezt a tájékoztatást, és természetesen visszatérünk még erre, hiszen számtalan olyan dolog van, amit a közeljövőben majd meg kell beszélnünk. Addig is köszönöm még egyszer Lászlós Tibornak, és kedves nézőink, mi pedig folytatjuk, ahogy megszokhatták, a heti helyzetet beszéltük meg Kis Norbert Ivóval, a Fejér megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével. Szép jó reggelt kívánok, heti helyzet, a Fejér megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Kis Norbert Ivó a vendégünk, mint ahogy mindahányszor. Azt hiszem, hogy egy jó néhány dologról már esett szó az elmúlt időszakban, most azonban eljutottunk addig a pillanatig, amikor az agrár támogatási rendszer változásairól, annak tükrében, hogy mi minden volt 2016-ban, arról kell, hogy szó essék. Mennyit változott az agrártámogatási rendszer, hiszen változott, azt tudjuk. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket. Igen, változott az agrártámogatási rendszer. A közvetlen kifizetések ugye 2016-os évben azok június 30-áig kifizetésre kerültek a gazdálkodóknak, akiknek nem volt problémája a bevallásnál, és az adategyeztetések megfelelőek voltak. Akiknek problémáik akadtak, az nagyon kis százalék, azt ha jól emlékszem, ilyen 1,5% gazdálkodó, akiknek problémájuk voltak az adategyeztetésnél, tehát a berajzolás, terület, használat, nekik nem került kifizetésre, de ezen is dolgoznak, és akiknek lehet, azoknak ugye folyamatosan fizették ki a támogatásokat. Nagyságrendileg 16-os évben ilyen 5600 kérelem érkezett be az MBA-hoz, ebből 4800 a falugazdásokon keresztül. A 2017-es évben ez a nagyságrend, ez körülbelül ugyanez maradt, tehát ilyen 5700 kérelem érkezett be, ebből szintén egy ilyen 4800-4900 darab a falugazdászokon keresztül érkezett. A kifizetési összegről annyit tudok nyilatkozni, hogy mivel nagyon szépen gyengült a forintunk itt az utóbbi időszakban, és ugye a szeptember 30-a az átváltási dátum az összegeknél. Ugye szeptember 30-án esedékes jegybanki átváltási összegen lesz átszámolva a támogatási összeg. Ugye ez nagyságrendileg szerintem ugyanaz az összeg lesz, mint a tavaly évben volt.
Essék szó, hogy jellemzően mire kérnek támogatást Fejér megyében a gazdák? Fejér megyében ugye a SZAPSZ igénylésével egy időben lehet az anyatehén, anyatejtámogatást, meg 16 jogcímen igényelni támogatást. Mindegyikre igényelnek a gazdálkodók Fejér megyében is támogatást. Tehát amikor a jogcímekről beszélünk, az nyilván fontos, hogy az állattenyésztés és a növénytermesztés egyáltalán egyszerűen, de megjelenjék. Így van, és ez azért fontos így, hogy egy időben is egyszerre van beadva, hogy egyszerűbb feldolgozás is, így a gazdálkodók időben meg fogják kapni a támogatásokat. A falugazdászok hogy tudják segíteni, hogy időben le tudják adni a támogatási kérelmüket a gazdák? A falugazdászok az idei évben is, mint az előző évekhez hasonlóan telefonon egyeztették az időpontokat a gazdálkodókkal, hogy ne legyen az, hogy sokat kell nekik várni a falugazdásznál, időben végezzenek, és időben be tudják adni a támogatásaikat. Jellemző módon ilyenkor már azért megvannak a visszajelzések is. Én ugye azt nagyon is jól tudom, hogy a gazdáknak minden pénz fontos, minden egyes forint. Elégedettek-e azzal a támogatási rendszerrel, amit az Agrártárca az idei esztendőre meghatározott? Igen, szerintem a gazdálkodók elégedettek. Ugye 2010-es kormányváltás óta azért eltelt egy időszak, és most már nincs kiszámíthatóvá váltak a támogatási összegek. Ugye ahogy az előző évekhez hasonlóan az idei évben is az előleg kifizetés határideje az október 15-től, tehát az előleg kifizetések október 15-én meg fognak kezdődni. Ez az időszak, ez december 1-ig tart. Ugye december 1-től az már nem előleg kifizetés, az már rendes támogatási összeg kifizetésnek számít. Ugye a kamara az alapja a támogatási rendszer ellenőrzésének a kormánnyal együtt, de a MAGOSZ hogy vesz részt ebben a munkában? A MAGOSZ az úgy vesz részt, hogy a gazdálkodókkal neki úgymond más sikon van kapcsolata, igazából is felhívjuk a figyelmüket, hogy menjetek, intézzétek minél előbb, és ezáltal tehát nem csak a falugazdásztól kapnak egy ilyen impulzust, hogy be kell jönni és idő van a támogatások bevallására, hanem ezzel a falusi rádió fogalmazunk így, tehát ez a szájról szájra, telefonon hívjuk egymást, és akkor szólunk, hogy aki potentált ezekbe a dolgokba, az is meg tudja jelenni. Egy fontos kérdés, megjelennek az új növényi kultúrák, amelyek eddig kevésbé voltak fókuszban a támogatási rendszerben? Fejér megyére, hát azért a mezőföld szívében vagyunk. Mennyire jellemző? Hát igazából, ami megjelent növény, az a szója, ugye az be lehet illeszteni most a támogatásba, az egyre népszerűbb lesz itt a gazdálkodók körében, egy jól értékesíthető, de viszont a zöldítésben is elszámolható területtel rendelkező növény. Nemrégiben Martonvásáron ugye arról beszéltünk, hogy a támogatási rendszernek köszönhetően egyre inkább igénybe veszik a gazdák a martonvásáriak segítségét is. Ez működik? Így van. Tehát a gazdálkodó az ott fog igénybe venni segítséget, ahol azt meg is kapja, és olyan szinten kapja meg, amire neki szüksége van. Tehát nem csak elmondják azokat a dolgokat, amiket úgymond az ő promóciójuk megkövetel, hanem egy olyan segítséget tudnak nyújtani a gazdálkodóknak, amit ők ezt a gyakorlati életben is tudják használni, és ezáltal a gazdaságuk előre tud lépni. Jó, tehát nagyszerű, hogy ez így alakult, a támogatási rendszer. Melyek a legfontosabb feladatai a közeljövőben a kamarának? Most zajlanak szintén az egységes kérelemmel kapcsolatban adategyeztetések. Ugye volt egy elsőkörös adategyeztetés, az még a nyár folyamán lezajlott, tehát akinek nagyon nagy hibája volt, akkor az ott kiszűrésre került, javítva lett, tehát már ők belekerülhetnek az előleg kifizetési névjegyzékbe, és most indul a második körös, amikor már ténylegesen ellenőrzik a gazdálkodókat. Akinek viszont itt már hibát találnak, tehát az első körben vagy nem volt utolérhető, vagy nem volt hajlandó javítani a felületét, ők nem biztos, hogy bele fognak kerülni ebbe az előleg kifizetéses történetbe. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!